Hellóztok! Itt Ray, és nem tart velem máma? Senki! Ennek egyszerű oka van. Máma Call of Duty Ghost-tal fogok játszani, azon belül is az extensionnel, és Cortez-nek nincs meg sajnos a játék. Szomorú, de ez van. A Call of Duty Ghost-ról érdemes tudni, hogy a szériának már nagyon-nagyon sokadik részes, nagyon érezni azt, hogy kezd lecsúszni a dolog. De ez az extension módja, ami ugye a zombihoz hasonló, de ez űrlényes. Ez egy picit kárpótlás, de a zombiknak jobban örültünk volna, mint a kutyának. Hát igen. Még amit úgy érdemes elmondani, hogy szombati videónk eddig nem volt, amit most láthatjátok van. Ezt nem ígérem, hogy ez mindig lesz, de most volt kedvem játszani, és gondoltam fölveszem nektek, ha már egyszer így játszok magamba. Lehet egy picit unalmasabb lesz, mint Cortezzel, de azért próbálkozok. Mert még szóló videót úgyse toltam sose. Csak remélhetőleg most betölt, mert már az előző felvételben ugyanezeket elmondtam, és sikerült nem betöltenie. De most úgy látszik, hogy sikerül. És el tudjuk kezdeni a játékot. Na, csapjunk is a lecsóba. Amit láthatjátok, lerak minket egy helikopter. Már kísérje itt, hogy ezt disztrojolni kell. És mindig a ilyen pontoknak a disztrojálásához kapunk egy fúrót. Amit a fúrót oda mindjárt le is rakja a kedves barátunk. És akkor ennek van egy ideje, addig pedig jönnek a körök, vévek, mi egyéb. Már is rögtön még kell késni. Elve. Elején érdemes mindenképp késelni, és nem pazarolni a történt, mert ezek még elég gyengék és elég kevesen jönnek. Ezek kis koponyányi monyók, vagy nem tudom minek hívjam őket. Érdekes kis lények. Ja, kutya! Na, amint láthatjátok, el is pusztult, a fúró összecsukódott, és menjünk tovább a következő pontra. És mindegyikért kapunk valamennyi pénzt. Amiből fegyvert, illetve különleges képességémet lehet aktiválni. A pályán vannak elrejtve ilyen kis rejtett cuccok, amik alatt általában jó cuccokat lehet találni, szóval érdemes őket megnézegetni. Na, itt is van egy. Na, azért látunk egy tárat. A töltény az mindig jól jön. Közben jönnek a koponyányi monyókhoz. Kedves barátunk, akkor meg nem tudom mit csinál, nem igazán mozdult meg. Na, gyere kopog! Hello! Ezt én öltem, nem te. Mit képzelsz te magadról? Pofám leszakad. Ja, hát igen. Amit még ugye egyértelmű, meg érdemes tudni, hogy egyre nehezebbek lesznek ezek a körök. Meg úgy többen jönnek, másfajták. De egyébként még csak ezek a kicsi koponyányi monyókok fognak itt rohangálni nekünk, és megpróbálni szétszedni a úrót. De, amit láthatjátok, lassabb bázis, nekem nehézség, akkor nem vagyok egynetkodos. Én nekem akkor kettőnél úgy megállt a sorozat, én azt szeretem nagyon. Tehát azért ma is nekem egy örök zöld, és nagyon szeretek vele játszani, és ha gondoljátok, majd a bossnak egy felvételt. Na, gyere ide! Közben szétrobban, ez már lassan. Igen, nekem különleges képességeket hoztam egy ilyen Fireburst ammót, ami ilyen tüzes történt lő, ha jól tudom. Egy Strikert, ami így lebombázza a terepet, ha benyomom. Shieldet, meg Sentry Gunt. Nem tudom, én ezekkel szeretek így dolgozni, nagyon ilyen, hogyha valamiről van szó, akkor inkább az Engineer témára szeretek ráfeküdni. Akár Battlefield 4-re, de ilyen szó, akár Call of Duty-ról. Na, lassan szétrobba a fúró, úgy hallom. Tett, és kész is. Igen, még jönnek páran, megpróbálnak megakadályozni ebben minket. Szaszi, gyere ide, ne ugráljál! Miért ugrálsz? Ahogy látjátok, skillpontok vannak egy pályán belül, amikkel tudod fejleszteni a képességeidet. Most én a Strikerre pakolok, meg a Sentryre.
Kipontozok, nem látod? Minden pályán vannak ilyen propángáztartályok, amikből, hogy belőle szétrobban, meg ilyen kis csapdák, amik kicsit megakadályozzák ezeket a koponyányi monyókat, hogy bejussanak és szedjék a húrót. Mindjárt fölmegyek, fölkempelek. Szerintem ez egy jó kilátópont. Ó, már jönnek is. Szia! Szép próbálkozás, de nem jött össze. És jönnek hátulról, kis nyomájékok. Oda dobunk is egyet. De jó, kifagyott a játékosunk. Ez egyre jobb. Persze jobb a dolog. Nem baj, én itt vagyok. Let's save the day. Forever alone. Mindjárt fúró is kész elmileg. Nem is reménykedek. Mi sem tudtam. Ja, tűz. Úristen, nem sokan jönnek. Te! Szállsz le a púromra! Köpöd ki! Nyomor egy kutya! Hagyjad békén már szegény! Nem látod akkor! Nem veszünk is egy fegyvert! Jó lesz ez! Jó kis shoti! Cserk! Mi az, hogy nem halt meg egy shotgun-tól? Két shotgun-tól, és akkor a harmadiktól! Púrót békén hagyni! Ne festögök! Röjjra! Úgy a kedvét. Örülnék, hogyha a barátom egy közben segítene valamennyit, de úgy látszik, hogy most önálló utakra megy. Úgy döntött. Na de a fúrókész is, mehetünk tovább a következő pontra. Csak engem itt zaklatnak ezek a dolgok. Hagyjatok már békén, nem látom, tudjátok, hogy a fúrót hiszem. Szégyentelenek. Gyerek! Mit piszkálok itt? Tetves kis kutyája. Gyere ide! Ne pussál! Hagyjad már békén, nem látod, hogy akkor. Szeretem, mikor akkolnak, megbasznak a játékra. Hát ez így mindig egy öröm. Főleg, hogyha én felvételt készítek róla. Hurrá! Nem baj, én kitartok itt nektek. Legalábbis megpróbálok egy darabig, de szerintem lesz az utó életük. Az egy kutyát, ugye az. Úristen, mennyi kutyák? Nem minden kutyák. Rossz kutya. Rossz. Négyes. Na, hagyjátok békén beszél. Meg engem is. Na jó, hogy vesz. Lerakunk ide egy centrit. Most hát ez nem is szentri, hülyeséget mondtam. Hoppá, bekerültem földre. Hát akkor ez ennyi az volt az jó élet. Nem volt valami jó meccs. De hogyha barátom fölkeltek volna, folytatom. De én igazán felsegíteném magamat. Nem akarnak idegesíteni. Hagyjad békén, felsegít, nem látod? Na, most egy ilyen strike-ot beletoltam itt a kutyákokba. Köszönöm, felsegítsük őt is. Na, is felsegített minket. Nem baj, összedik közben a díjat. Jó, hát mondjuk ezt négyen jelztek ezt a pályát, és most így hárman álltunk neki. Egy meg itt is hagyott minket, kedves módon. Gyerünk! Nem, a kutya elfogadta. Nem baj, egy is elfogadítottuk, de szerintem ennél tovább nem is négy jövő. A kutyákos minden pofátlan minden. Úristen. Nyere ide, teret. Kutyák! Hát ezt pofán csírtam. Szerintem itt mindjárt végét is ér talán. Mi a toklerokni történt? Már le valami történt, te. Na végül.
Hello, én csak töltenék abba a tetejénbe, amit leraktam. Vagy akkor ne. Én se akartam, igazán. Igen, és vannak ilyen nagyobb, ilyen idézőjelbe téve boost fightok, amikor így jönnek ilyen nagyobb szörnyek, és jön egy helikopter, és szétlövi nekünk ezt a nagyobbos cuccost. Amit hallhatjátok, már jön is helikopter. És nekünk kell megvédeni a helikoptert, még szétszedjétek. És látjátok, most már jönnek ilyen nagyobb dögök, ezek skorpiók. Ezek rangerök, tehát hogy távolság is képzésűek, és próbálnak előlünk elfutni. Közben a helikopter már gyapja ezt a tudjkot. Ezt a növényizét, azt tudom megmondjam, hogy benne igazán lesz hatásos nekem. Azt hittem valamivel jóval effektívebb, hogy sokjam. Nem jött össze a tippa. Gyere ide. Ne gyere ide. Na, gyerünk. Csak nem hagynám fel én ilyen gyorsan a dolgokat. Látjátok, köpködi a helikopter. És nyomorultja. És kenyek, hogy itt szakadnak ezek a kisztalok. És ebben a fegyverrel még ezeket is nehéz. Nem, hogy őt. Gyere ide. Gyere, le, onnan. Úgy, fokos kutya. És fogyatos a darab. Hurrá! Nem baj, van valami. Töltény, minden erre van kicsit. Dögölj! Már éljen. Amit láthatjátok, most már többet bírnak ezek a kis monyok. Mondok egy kis pénzt. Gyerünk, 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 gyerünk. Még egy kicsi pénzt. Már gyere ide. Gyere ide. Gyere ide, te kutyák. Na, robbant ma a fő. Nem robbant. Jó, robbant. Jó, célhoz elhozott. De nem robbant fel. És ráadásul a pofámba is robbantottam. És megint nem vagyok. Nem baj. Kedves barátunk, legalább fel is kérdett. Úristen. Már közben nagyon köpködnek minket ebben a falra. Kutyák, mindenedet gyere le a falról. De ne rám! Nagyon kismétre már lesz történy. Már csak kaszabolni tudok a késemmel. Nem baj, és csak egy kicsi volt kéne. És akkor veszünk egy új fegyvert. A látatlan helyet. Na, gyerünk! Arrgh! Na, vedd már fel. Na végre. Ó, ennek már egyből jobb a fekvése. Jobb fekvése is rájön. Adjátok már békén a helikoptert. Pohán nem tudtad. Shit. Takarodj. Na. Koponyányi monyók fenébe. Te meg nem fogy sehova. Sem. Amit láthatjátok, ez jóval effektív ez a fegyver, csak ebből is mondjuk, hogy a történjem. Dolog. Jó, hát akkor meg kéne adnom a történféleséget. Nincs semmi. És le is kerültem. Jó, hát akkor szerintem mindjárt kedves barátunk is meghal, és véget ér ez a dolog. Ez a kínszenvedés, nem baj, remélem azért tetszett a videó, lájkokat, kommenteket hagyjatok. Sajnálom, egy kicsit unalmas lett, ez volt az első szóló meccsem. Szóló meccsem, hülye vagyok. Szóló videóm. De remélem tetszett. Én Ray voltam, és velem tartott mám a Call of Duty Ghost, Extension-je. Hellóztok!